A 82-23-as számú Győrságon átvezető szakasza még nyáron és hétköznap is nagy a forgalom erre, nem csoda, hogy az elmúlt évtizedekben teljesen tönkrement a burkolat. Egészen mostanáig zögykülöttek rajta az autósok, de ennek hamarosan vége. A térség országgyűlési képviselője bejelentette, sok más korábbi fejlesztés után most egy újabb valósulhat meg Győrságon. 2010 óta, mióta országgyűlési képviselője vagyok Győrságnak, nagyon sok beruházást tudtunk az itt élőkkel közösen megoldani. Egyrészt a csapadékvízelvezetést nemrégiben fejeztük be, családi bölcsöde, illetve orvosi rendelő került felújításra, kialakításra kormányzati támogatással. A héten újabb jó hír érkezett, hogy a munkánk segítségével 3 millió forintot adott a kormány Magyar Falu programban orvosi eszközökre. A település saját erőből, vagy szintén kormányzati támogatással sok belterületi utat tudott felújítani, de, és itt jött a nagy kérdés, a kérdőjel, az állami út nagyon rossz állapotban volt, ezért megkerestem tavaly ősszel Szilvia József Attila vezérigazgató urat, a Magyar Közút vezérigazgatóját, és azt kértem tőle, hogy valamilyen formában segítsen nekem abban, hogy ezt az utat fel tudjuk újítani. A vezérigazgató nagyon segítőkész volt, és addig osztott szorzott az erőforrásokat tekintve, amíg azt azzal hívott, azzal az örömhírrel, hogy meg tudja oldani a Magyar Közút saját forrásból ennek az útnak a felújítását. Pontosan 2300 méter hosszan Győrság halomaljától Pannonhalma irányában egészen a Győrság vége tábláig újítják fel az utat. A több mint 311 millió forint értékű fejlesztést a Magyar Közút saját forrásból valósítja meg. A település belterülete elég rossz állapotú és deformált az út, így az átmenő forgalom eléggé nagy, és ez a helyi lakosoknak folyamatos problémát okozott, valamint az átmenő forgalomnak is természetesen, akik itt járnak keresztül, azok minden nap ezt a útállapotot kell, hogy megéljék, és ezért esett a választás erre az útszakaszra, szerint a forgalom is elég nagy, és a helyi lakosok is szeretnék ezt, így lehetőségünk volt arra, hogy ezt a 2 kilométert jobb állapotba hozzuk. Itt egy megerősítése történik az útnak, ahol lokálisan problémák vannak, ott kicserélésre kerül az útpálya szerkezete, és egy új kiegyenlítő réteget kap, sőt a külterületen még új alapréteget is kap az út, és akkor a végén egy szép egyenletes kopóréteg és új felfestés, új patka fog a rendelkezésre állni a közlekedőknek, és az árkokat is jó karba helyezzük. Mint sok más korábbi fejlesztést, ezt a mostanit is képviselőjének köszönheti Győrság. A település polgármestere fontos mérföldkőnek nevezte a beruházást, ami hosszú évekre meghatározhatja a falu jövőjét. 10-12 éve kezdődhetett az, hogy már nagyon megromlott ennek az útnak az állapota, és azt merem mondani, hogy ez fokozatosan csak romlott, hogy a forgalom az egyre jobban nőtt, és itt azért az egész falun átmenő útról beszélünk, ami több mint 2 kilométer hosszú, hiszen beleveszem azt a szakaszt is, ami Sákharomalját összeköti Győrsággal, hiszen Győrságra Sákharomaljáról nagyon sokan például kerékpárra járnak át, hogyha a kátyukat kerülgeti, akkor ez a számukra, ez mondhatom nyugodtan, hogy életveszélyes volt közlekedni. Hát a felújításnak ugye azért örülünk, mert akkor mindezek meg fognak szűnni. Egy jó közlekedés, reméljük, egy kultúrát, ebben nagyon bízom, és majd a lakóknak a figyelmét erre fel fogjuk hívni, fog kialakulni. És hát mind esztétikailag, mind kényelem szempontjából, mind biztonság szempontjából itt egy teljes új élet kezdődik reményeink szerint. A munkaterület átadása után rövidesen kezdődhet a munka is. A felújítások a tervek szerint körülbelül 3 hónapig zajlanak az érintett szakaszon, addig az arra közlekedők türelmét kérik.